Atya, Alsó Szent Márton, Székelykel, és a diaszpora összes meg nem említett állomásában. Szép ez a piros szál. Ja, legyél büszke, Leáta. A nagy dráma, London, Párizs, Vlagyivosztok, de hogy biztonságban érezzétek magatokat a helyeteken. London, Párizs, Vlagyivosztok, Irán Szemcse, Alsó Szent Márton, ne kacagjá, felnőtt előadás. London, Párizs, Vlagyivosztok, Irán Szemcse, Alsó Szent Márton, üljél le, vagy örökbe fogadnak. London, Párizs, Irán Szemcse, Alsó Szent Márton, és vedd be a másikat is, nagyobb biztonságban. Ott lesz a szociális háttér. London, Párizs, Vlagyivosztok, Irek Szemcse, Alsó Szent Márton. Előadatik az helységnek kalapácsnak. Petőfi tollából. Kicsi vagy, még nem is olvastad. Ne somolyogjál! London, Párizs, Vlagyivosztok, Irek Szemcse, Alsó Szent Márton is. Ez a ruha, tudod? Előadatik az helységnek kalapácsa, Petőfi tollából. Tessék! Ne használjad, csak vigyázkodjál rajta. Csíkod magunknak rá, azt még jobb szorozunk. Et fili, et spiritus santi, hogy már most már. De itt van ez a jó német termék, rájössz a lomina, panulhoz, kiválasztod egy kockában, és megállsz, és akkor jó? Et fili, et spiritus santi, hogy már most már. Mit mondtam, milyen kacsa, milyen sapanyusra? Jaj! Sokka! Miért szóltál én? Bolondot csinálok az egyház. Jaj! Et fili, et spiritus sancti, amin. Szólt az áhított hangján, szent hangján, a menny szolgálja. A nép pedig, aki estémára gyülekezett a Szentegyházba, azonnal elhordta magát, hogy egy-egy pancsó bor előtt otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérje az Isten. A becsukott templomban csendben. Bach! De mi szörnyű zavar? Hát épültjél. Miért álmodi azt jó templom temetői nyugalmat? Hát épültjél. Menj dörgés! Hát vagy tankásának forrása fazékban? Nem! Pütyi, hát. Nem. Ott ember horcsog. Fejét két kezére támaszva alszik. Ha de néme fölébred, miután elhorcsantotta magát? Hőő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 
Szemei dörzsölre körül néz. Lát és sejt. Sejt és a fogát. Megy az ajtóhoz. Megfogja ki nincsét. És rázza. És rázza hívával. Éles eszével azonnal átlátta a dolog állását, és így szólt. Ha bézálta. Mi bölcs férfiúhoz illik, téged hív a segédű lelki jelenlét. Ha hogy szabaduljam? Ha kiabálni potyára, mert mint a Puska Golyóvics két annyira nem ennyit, amennyire megszint tudja az emberi hang. Így hát, ha hogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek. Más kell kitanálnom. Hát, hogy itt húzom ki az éjjel. És ez nem lesz mód nélküli mulatság. Ekkor komoran nézett a híd levegőnek egy pontját. Jó. Hodáte, jó? Jó. Megvan! És a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? A szabadulás terve. A toronyban megyek föl, s leereszkedem a harang köteli az ablakon át. Jó, van, te. Hát, amíg a bölcs férfiú leleményes eszének fényes tanúját sikerkoronázza, pihennénk tán egyet, s térjünk a tettek más mezeire. Regényes domb tetejében. A helység nyugati részén. Környékezve csalántól. S a növények többi ritka nemétől. Áll a híres kocsma. A kocsma. Hozzád a kocsma? Kocsma. Melyek magáinak tekint Isten kegyelmiből? Sejkori férjének szorgalmából, a szemérmetes Erzsó asszony, mint őt nevezik. Holdkerek arculatán. Hol még csak 55 év lakozik. Örökös hajnalnak bírja dereng. Bár egyeset állítani merészek, hogy Erzsó asszonyom arcát nem a szende személyre, hanem a borital festette hasonlóvá a hajnali bírja. De ezek csak pletyka a beszédek, mert Erzsó asszony nem is tiszta a bor. Nem, csak úgy önti magát. Bájos vala ő, mint a pipacsból font koszorú. Vala. Vagy mint a Vakter dárdájába ütődött téjeli hócsuda. Ezokért látogatá őt az egész falu népe, el annyira, hogy be sem nézett más kocsmába. Nem is volt más kocsma a falu. Ha is így megy, az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik. Jelen volt a vendégek seregének közepette a helybeli lágyszívű kántó, torkának szárasságával, szerelem teljes tebelének tenger kinyújtva. Jaj, ők ugyanis a szemérmetes Erzsókért öröműző lángok emészték. Nem maradott el a béke barátja, bogorja uram se. Méltóságos termetű férfi, jó? Majd akkora volt ő, mint a bajusz. Hát, orrának alatta. Mellette a bort hörpőte harangla. A fondor lelkületű egyház. Ki, mikor mondta bagarja uram, e kérdést intézi hozzá? Hadd fejed nagy koma, hol lehet? Így hallotta a választ. Ott van. Ahol van. Hanem éppen nincsen. És ma alig, ha lesz. És mikor ezeket melyik itt kajakkal elmondotta? Kiprémzi szája vidéki, sátáni mosolyból. Na, gyere. Mire? Most sátáni mosoly. Jó, nem, mert vannak kicsik az első sorban. Ja. Nem érkezik az ajtó, s legféles az ő írás. S ki volt, hogy az ajtót megnyitotta, ki mindjárt? Ha a hagyomány állításának innéze volt, nem más, mint vitéz Csepi. Csepi Balkó! A tiszteletes képen Csikagyának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai, A kancsal legedűs? A félszemű cimbalos! A örökös árta húzója! Felkeletett ennek a kemence tetejére, miközben Vitéz Csepi Farkó a tiszteletes két
tehetségkajának jókedvű agrakulója. Imigyen adta jelét ékes szólású tehetségének. Bort! Na. Hát fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók a szónak a magos értelmét, és... Ira, annyit szóbálta, Ira. Jól látszik a szürke kulóvetben, csak igen. Jó volt, egy vagyok volt, na. Nem hiszik a pácsok zuba, na, jó, tehát most a pácsok. Na, lóval. Ira, láttam, csicsog a szemed után. Megvan áll a cserep, mindjárt. Na. Na, ilyen a katolikus is. És miután egy mértékletesen pontlapta belőle... Egyet, kettőt? Imigyen tekelte meg a levegőnek könnyű szekerét. Most irány este szemérmetes Erzsókhoz. Rohanok.
mint a malacó gazdag szüleikhoz. A kukoricám csörget. Olyan kis húc-húc ízéste. Már megint? Hát, a jelet csalfa. Az nem a 30-asok között tart itt. Piros. Ez résznek előjele, mely még ma lesújt a világra. De csak egyet legyen elég említeni. A látszívű kántornak felesége. Az Amazon természetű Márta. Ma nem ivott meg többet. Egy meszely pálinkánál! Hát így állt a világ, te. Na. Amikor az egyházi fogoly megfogta a kocsmajtó kilincsét, és ott látta térdeplésben a látszívű kántort, a szemérmetes Erzsok 55 éves bájos lábainál. Szemérmetes Erzsú! Koronálja az asszonyi nemzet! Kezelője a bornok spálinkán! Lesz engedelem szívedből, hogy lelkem tartalmit előtállalni merészeim! Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az örök létnél fél röffel hosszabb gyertyája lobog. Szent lobogásom, és jó szemérmetes Erzsó, ha meg nem koppintod a viszont fog, viszont szerelemnek koppintója. Ha elfog Erzsó, s fel elfog Erzsó életet, olyan szemérmetes Erzsó, mondd meg nekem azt, a reménység zöldköz. Vagy a kincségbe sisztek bunkolyba, köszönöm! Én itt lakodjunk! Én vagyok a kincségbes! Igen, kiáltott egy hang! A széles fegyelmű feje nagynak hang! Te! Majd adok én a te pofádba! Te fogom még egy kicsit! Dálé, téged veszlek elő! Mondd meg nékem azt, az ártatlanság potyolat lepedője, hogy a családságnak fekete posztolya övedzeneltedet. Ó, széles tenyerű feje nagy. Na. Helységem kalapácsa. Az. Csapra ütője szívem hordójának. Az is. Te még kételkedel. Már nem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Mint az izé? Bocsáss meg, hogy kételkedni merészlek hűséged acélláncának álhatatosságában. De most meglapogsz. Rénységes leszel az, mint rénységes a tett, mit elkövettél. Te! És ezzel úgy kérdette a földhöz a látványát. Ahogy az a gyertyát mártani szokták. Ekkor elkezdett bőgni a helység kalapácsához. Jaj, Kovács uram! Bocsássa meg, amit tettem. De tehettem-e róla? A szerelem olyan madár, melynek hajtó sem kell. Délre fül a szíve. Sincsú, te vagy a gyümölcs. Vittoltam volna szegelmem? Vagy vittem volna a más életbe? Ott talán nincs is élet, de szerelmemet észrevevé haraglá. S bújtott a tüzet. Mi okért, nem tudom. S ma mindenki gyermed az isteni tisztelet alkalmával az álunk karjába hajót. Hát, viszont az ágyuk gyermedre az ajtót. És rázártuk. Hát itt az jó volt. Úgy vett fordulatot széles tenyerű feje nagynak haragja irányt és szeme villanás, amikor meghallotta ezeket a szavakat. Mit szólál rám, harangra? Igazolni fogom magamat. Igen. Nem mintha félnék a kelmed erejétől. Nem.
Jobban pörgösse gatyáját, aki velem szenved. Igen. Igen. Na. Én vagyok, aki fölbújtom a támtőt, hogy csapja el kellett kezülünk a szemérmetes első. Igen. Igen. Na. Merény kelvedet. Igen. Merény kelmedet. Na, na, na. Utálom. Igen. Minta. 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 Na, na. Kukorica gölödi. Hátkend azt hiszi, hogy én kendet szeretem avval a mocska pofáját. Micsodám vagy? Avval a mocska pofáját. Hát te. Na. Te sűrdisznó. Sűrdisznó. Aki holmi cigánykor tanultad a kalapállást. Micsoda? Még mesterségemet is gyaláztanak. Te itt van templom egérte. Te gyalázatos fajzat, te. Adok én a te pofadnak, te. Te, te, így halítsad, így meg, így, 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 jó. Te, az a nyelkese. Hát, akkor cigánytok a kalapállak. Na, az a nyelkese. És akkor úgy vágta orron haranglátok a fondor lelkületű egyház fit, hogy annak még az óra vére is kibújja. Na, ekkor... Tiszta vér mondja. Ekkor harangjá belekapaszkodott a helység kalapácsának fürtőzetébe. Úgy, bizony. Igen. És kitör a házon. Igen. És a forró vérű legény is csatlakozik hozzájuk közöttük vitt és cseppipar. Igen. Egy. Ott szopálja a nagy családos, tessék! Csepupakó, hát rájött, rájött telepszik, látom a nagy súlyt, nem bírja át, aztán összerogyna! Igen, igen. Most mondtam, hogy összerogyna. Várjál, még küzdenek! Megmutatom oldalról is. Összerogtam! És ekkor kitört a háború. Lecsípés. Rúgás. Harapás. Fejbetörés. Kihullottak a fogak. Igen, szakadtak a fülek. Igen. Rájuk dőlt a berendezés. Igen. Tessék, Tízi. Amikor Erzsók látta eme szörnyűségeket, hát az álljon a törvényébe bukott. Rájuk dőlt a templom is. Hogy csinálod? Így. De. Egyedül a béke barátja bagarja maradt talpot, és ment gyors iramással a halkszavú víróhoz, a bölcs apásnához. Amikor odaért, alba talált a halkszavú vírót, lekopogtatott. Ja. Na, mi a baj, Nani? Ébrágyem, bíró uram, ébrágyem! Na, mi a baj, Nani? Nagyon! Nani? Kitört a háború. Háború! Szemérmenes Erzsók csapszékelő nagy csapatér. Csapatér is van, ja. Az egész szalonépek az a bújja egymást, hogy nézni is, hogy... Iszony is van, ja. Na, menjünk! Na, menjünk! A nép pedig tüstén! Na, mutasd az utat, fiam! Vezessék, fiam, hogy rendet várjuk, na. Bíró uram! Na, fiam, na, segítsé, fiam, segítsé, na. És ahogy így mentek gyors iramással, egyszer csak megyek az Amazon természetű márta udvarához. Éppen most fejeztek önét szomszédasszonyával, az udvar csöprögetét. Amikor meghallott a férjének cselekedetét, haragra gerjed. Haragra gerjed. A szeme sziklát szórt. Az arca tüzet hánt. Mit csinál? Tüzet hánt. A tüzet azt nem beszéltük meg. És így kiáltott. Utánam! Elszerették az uramat! Ne bízzál meg bennem, húzd a fejed. Neked van szennyes a fület, neked! Te! Gyalázatos bortéka, te! Azért ne ismered a darabot, hagyd a fel! Te! Te! Te!
csak látása, amit láttak. Mint valami sziklai vár a tatárjárásnak után. Tört padló. Tört poharat, véreztett a padló. Kifolyt szemek. Ketté tört gerincő. Fejcsavarodott be. Mondtam még az első sorba, mondtam. S a teremnek közepén búsongva tűnődött egy leharapott fű. Jaj, gazdám! Ó, gazdám! Ott van, figyelj, nem, hallom, hogy itt ott van, nehogy somolyog, ne, ott van. Gazdám! Nem, nagyobb van neki, nem az, ne. Ott hátrébb, nem, ott a piros sarlosos, ne. Talán, gazdám! Az, nem. Nem passzol. Nem passzol, itt van a kupac alja. Te! Hát én csodának mondtam. Te! Márka! Ne csitíts! Te! Márka! Elszeretted az uramat? Te! Adok én neked, te! Márk! Te! De! Négy ma. Leszakadt az alkot részre. Á, Krisztus, atya! Dálék, most téged veszlek elő. Mondd meg nekem ezt. Miért fogtozod a negatív felüste? Adok én. Fájdok én, te. Majd adok én neked. Szőként. Megvetted a vöröset, te? Ekkor? Te! Ott fogta meg a lágszívű kántot. Ott bizony. Ahol neki a legjobban fájt. Te! És hazamutcolta. Haza. Te! Jó. Ekkor a hangszóvú bíró a bölcsapostja. Végre rendet rakott a helységben. Haranglábot, mindenek felbújtóját. Keményen megdorgálta. Igen. A kovácsot, mindenek elkövetőjét, kaludába csukatta. Aki megfogadta, hogy utolsó leheletéig küzdeni fog, s ha egyszer innen kiszabadul, azonnal megkéri a személyemetes Erzsó, 55 éves. Bálos, édes kedves Erzsós. Hogy? Jaj, te kis. Annyi marimat felütjem. Azonnal megkéri a személyemetes Erzsó, 55 éves. Bálos, édes kedves Erzsós. Most, Erzsó, te. Azonnal megkérje a szemérmetes Erzső, 55 éves, bájos, édes, kedves, aranyos. Ötvenöt éves, bajos, kezét. Van szerelem tüze is.
és nézze. Ha tudom, a sekterségben megmutatom, milyen. Van aztán édes szájíz az előadás után. Na most érztök, vetődjetek ide! Kiborjátok el egymást! Tássuk, itt van ne! Magyar fogorvosok ajánlása! Főleg az a tájpot látodok! Még akkor a torkutok! Még jó, hogy van gyerek sem is! Na, gyermek! Kuszítsátok bele a szervezetetőkre! Jó! Hogy utálom a gyerekeket? Tássuk! Na! Van az Amazon természetű barát. Egy darabot használ egészséget, köszönjük szépen. Van még leharapott fül, tessék, na úgyis jól is a fogazatot ne. Jó. Köszönjük a jóságunkat, bárki bármit mond, Petőfi Sándor helységkalapácsát látni.